Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekeljük a 62. Zsoltárunknak az első, negyedik és ötödik versét. A 62. Zsoltár első verse így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Fennálló énekül énekeljük a 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik, adjatok hálát az Istennek.
helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat. A 425. dicséretünk első és második versének eléneklésével, a 425. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától, Jézus Krisztustól, megszentelő Szentlélek Úr Istentől. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 22. fejezetből, a 9. verstől a 14. versig. Míg ezt teszem, kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Mózes első könyve, 22. fejezet, 9. verstől a 14. versig olvasom Isten igéjét. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám. Rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot,
és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyal a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Tegye Isten áldásá szívünkben igéjét, ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy valóban te vagy gondviselő jó atyánk. Köszönjük, hogy csodálatos felismerésképpen állapította ezt meg Ábrahám. De megállapítja mindenki, évezredek folyamán velük együtt mi is, akik megtapasztaljuk könyörületedet, irgalmadat. Áldunk tégedet, élő Istenünk, hogy ott akkor megkegyelmeztél Ábrahámnak, és nem kellett elpusztulnia a gyermekének, de az egyszülött fiúnak, Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. És köszönjük, hogy ezért van bűnbocsánat, és hitáltal ezért van örök élet. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hét minden áldását, vezetésedet, jelenlétedet. Bocsásd meg, Urunk, amikor bűneinkkel fárasztottunk, terheltünk, szégyent hoztunk rád, tisztíts meg bennünket Jézus vére érdeméért, és tégy készé megérteni, befogadni, elfogadni az igét, hogy aszerint járjunk és engedelmes életet folytassunk. Lelked közösségében kérünk, Atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. A 171. éneket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Megáll az Istennek igéje, és ne... Kedves testvérek, az imént olvasott szakaszból a 12. verset így olvasom. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, soha nem tudom megrendültség nélkül elolvasni ezt az igeszakaszt. Először az ember azt nem érti, hogy hogy kérhet ilyet Isten. Utána meg, hogy milyen kegyelmes Isten. Mert nem a gyermek pusztulását akarja az Úr, hanem Ábrahám megmentését akarja Isten. Hogy? Úgyhogy annyira összenőtt a lelke a gyermek lelkével, hogy már Istentől is előbb való volt a gyermek. És Isten azt akarja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. És bármi, ami Isten és közöttem van, annak el kell takarodni az útból, különben elveszek. Az lesz Istenné, az lesz elsődleges.
és ezt a próbát Isten rábocsátja Ábrahámra. Hitpróba, megpróbálja Ábrahámot, ezzel foglalkoztunk az előző alkalommal, és pedig a legérzékenyebb helyen a gyermekét kéri tőle. De nem csak úgy, hanem hogy ezt neki kell tenni. És örülnék, testvérek, ha minél többen elővennénk a Bibliát ebéd után, vagy az ebédet követő kis pihenés után, és elolvasnánk a Mózes első könyve 22. fejezetéből, hogy egy szó ellenkezés sincsen Ábrahámban. Melyikőtök nem ellenkezne? Melyikőtök nem alkudozna? Melyikőtök nem mondaná, hogy Uram, hát te ígérted, hát nem azt mondtad, hogy annyi lesz az utódom, mint a égen a csillag, tengerparton a homok? Nincs ellenkezés. Egy szó se. Hogy gondolatban mi, na abban nem vagyok biztos, de erről meg nincsen szó. Arról szó van, hogy elkezdi készíteni az áldozathoz való eszközöket. Elkezdi előkészíteni az utat. Nem tudja még, hogy hova kell, majd az Úr megmondja. Gyermeket előkészíti, az áldozathoz való eszközöket előkészíti, és elindulnak. És nincs ilyen, hogy beteg lettem, nincs ilyen, hogy közben jött valami fontosabb, elindulnak. Az egyetlen egyét kell odaadnia Istennek, hogy Isten legyen az első. Mert ha nem Isten az első, Ábrahám elpusztult. Elviszi az ördög. Neki is tudnia kell, és neki elsősorban, hogy mennyire valódi a hite. Ez azt jelenti, hogy az Istenbe vetett bizonyossága, bizalma, engedelmessége. Van-e olyan erős hite, hogy teljesen rábízza magát az Úrra? Vagy maga akar megoldási utakat keresni? Isten szól, és Ábrahám engedelmeskedik. És nincs appelláta, nincsenek körmönfor gondolatok, vagy tervek, vagy szándékok. Amit az Úr mond, úgy engedelmeskedik. És ezért lett Ábrahám a hívők atya. Mert bármilyen kis okoskodás, kiútkeresés van, az már nem a hit. És elindulnak együtt az úton, 3 nap és 3 éjjel. Én azt gondolom, hogy Ábrahám életében ez a 3 nap és 3 éjjel volt a legkeservesebb ebben a földi létben. De, és ezt gyorsan hozzá kell tenni, ezt a Biblia nagyon hangsúlyozza, hogy Isten nem kísért, nem próbál feljebb, mint amit el lehetne szenvedni. És ő adja a megoldást. Isten gondoskodik. Isten mindent lát, mindent hall, tudja, hogy mikor érkeznek oda, tudja, hogy mikor emeli fel a kezét, amelyikben benne van a kés, ott van az angyal, amelyik szólni fog, és ott van az áldozat is, hogy ne maradjon el az áldozat. De ezt nem lehet, testvérek, megszódolni. A teljes odaszántságot, a teljes és osztatlan szívet, ezt a fajta engedelmességet. Szeres, teljes, teljes, teljes. És ebben az Úr kizárólagos. Nem lehet közben, hogy jaj, hát ezt is, meg azt is. Egy kicsit ebből, egy... nem. Teljesen és egészen. Csak ezen van áldás. És Ábrahám tudja, hogyha Isten most el is veszi tőlem Izsákot, mégis megtartja a szavát. Az ész meg a hit, ahogy így összefeszül, szembefeszül, hát Isten megígérte, hogy annyi utódom lesz, és most elveszi. Na most akkor az ész okok, az észnek, az értelemnek az indokai kerekedjenek felül? Nem. Bízzam ezt is az Úrra. Ő nála már megvan a megoldás. Könnyű ezt így utólag elmondani, de ez mindig így van.
És amikor az ember belekerül a présbe, akkor csak azt keresi, hogy hol, merre, hogyan, mi módon lehetne megoldás. Nem olvasunk ilyet Ábrahámnál. Nem azt keresi, hogy hogy lehetne kibújni ebből a szorításból. Hogy lehetne? Nem lehetne valami mást? Nem olvasunk arról, hogy ő visz egy másik áldozatot? Nem. A gyermeket, ahogy az Úr kéri, adja. Istennek van hatalma feltámasztani. Ő tudja, hogy hogy és mint. Nem az én dolgom ez, ez az ő dolga. Ezt is tehát ő rábízom. Az én dolgom, hogy tartsam meg az Úr szavát. Ez persze, ezt komolyan olvasni, tanulmányozni, oly szinten, hogy rábízzam magamat teljesen és egészen. Konfirmandusoknak szoktam elmondani, példaként a hitre, egy kis útja pinceablaknál játszadozik, és hallja, hogy belül az édesapja beszélget valakivel, és oda megy, látja, hogy nyitva van az ablak. Te vagy apa? Igen, én vagyok. Szeretnék oda menni hozzád. De akárhogy mereszti a szemét, nem lát be a pincébe. Sötétség van. És akkor ezt mondja az édesapja, hogy itt vagyok a pince ablakba, ugodj le. Eltelik egy fél perc, a gyermek odatotyog, és belepottyan az apja kezébe, karjába. Ez a hit. Azt mondaná az ember, hogy vakugrás. Nem, bocsánat, nem vakugrás. Sötétségbe való ugrás, de hittel történő, mert az apja szavára ígéretére teszi. Ugodj le, itt vagyok, és a karomba esel. És ő ezt megszokta, hogy az apja nem veri át, nem tesz ellene olyat. Ő ezt megszokta, hogyha az apja mond valamit, akkor az úgy szokott lenni. Ha csak bármi, minden vonatkozásban törekszik arra, hogy úgy történjen. Megtartani az élő Isten szavát. Keresni, kutatni, olvasni rendszeresen, és megtartani. De nem értem. Majd megérted. És ez a csodálatos, testvérek, amikor menet közben értem meg. Nem bont ki Isten mindent előre, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Azt mondja, hogy ezt tedd meg, és csodálatos, hogy ő előre gondoskodik mindenről. Hát ő egy gondos atya, és szereti a gyermekeit. Nem értem, de tudom, hogy Istennek igaza van. Meggyőződéssel tudom. De az ész okok tiltakoznak ez ellen, nem baj, hadd tiltakozzanak. Ragaszkodom hozzá, hogy Istennek igaza van, mert megígérte. De szeretném tisztán látni, majd meglátod később. Annál nagyobb lesz az örömöd, hogy bíztál az Úrban. Bízz az Úrban, ő teljesíti, amit megígért. Én mindig úgy elcsodálkozok, valahányszor erre gondolok. Isten elküldi Gábriel angyalt Máriához, és elmondja, hogy ő lesz Jézus Krisztusnak, a világ üdvözítőjének az édesanyja. És a kézzel lábbal tiltakozik. Hát mi nem is voltam férfi valát, hogy lehetne? És elhangzik, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Úgy történjen, ahogy az ige mondja, ahogy elhangzott. És úgy lett. És Isten mindent előkészített. De csúfolni fognak. Mi lesz, hogyha elhagyja a jegyesem? Hát a szüleim is kivetnek. Hát meg is ölhetnek. Isten csodálatosan elkészíti. Igen, úgy lett. Legyen nekem a te igéd szerint. És ezen áldás lett. Ezen lett áldás. És mivel Ábrahám féli Istent, Isten félő, ezért rendelkezésére áll minden pillanatban. Legyen a te akaratod szerint. Isten rendelkezésére állni. A legnehezebb pillanatokban is. Úgy legyen, Uram. Ne az én akaratom, ahogy Jézus mondja a Getsemáné kertben, ne az én akarom,
akaratom, a te akaratod legyen meg. Legyen meg a te akaratod. Sokszor elmondjuk, sokszor imádkozzuk a mi atyánkba. De jaj, de tudunk küzdeni a magunk akaratáért. Na, ezt aztán csavarja ki valaki a kezünkből. És ha Isten kéri, legyen meg a te akaratod. Mert az a jó, az a jobb. Attól jobb nincsen, nekem se, másnak se. Legyen meg a te akaratod. És mi, akik már ismerjük Istent, sokat tudunk róla, sokkal többet, mint az előttünk lévő századokban. Készek vagyunk-e félni őt, benne bízni, átadott életet, aki az ő fiát adta értünk és nekünk. Mert Izsáknak megkegyelmez az Úr, nem kell meghalnia, de Jézusnak meg kell halnia. Mert csak akkor van bűnért való áldozat, ha az Úr Jézus Krisztus halála teljesen és egészen végbe megy. És nem neked, nem nekem kell meghalnom a bűneimért. Jézus Krisztus meghalt azokért. Hiszed-e ezt? Bízol-e annyira Istenbe, hogy igazat adsz az ő igéjének? És elfogadod, hogy hit által van üdvösség, a Jézus Krisztusban való hit által van üdvösség. Isten tehát nem Izsák feláldozását akarja, hanem azt akarja, hogy Ábrahám feltétlenül szánja oda magát ő neki, az élő Istennek. Nem elvenni akar Isten, többet akar adni Isten. És elhangzik az engedelmességét követően, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy. És az Ábrahámnak is most már nagy-nagy szemekkel kell tudomásul venni, hogy igen, Isten félő vagyok, mert Isten az első. Ami előbbre való, vagy aki előrébb való lett volna, az odaadtam neki. Odaadtam. És Isten ezt elfogadta, nem úgy, hogy volna, hanem odaadta. El tudod képzelni ezt a pillanatot, hogy felemeli a kezét, és a következő pillanatban lesújt, és nem késik el Isten, idejében szól, ott van az angyal, és idejében mondja, elég, most már tudom. Minden ott volt, kés ott volt, fa ott volt, tűz ott volt, oltárt megépítette, a gyermeket rákötözte. Ennyi elég Istennek, de ennyi kell. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. És Ábrahám elnevezi azt a helyet így, az Úr gondoskodik. Emlékeztek, testvérek, amikor mennek az úton, az a nagyon éles látású kis fiú megkérdezi, apám, hát minden együtt van az áldozathoz. De hol a bárány? Hát bárányt fogunk áldozni. Azt szoktunk áldozni. Na most fogták meg az apját. De nem fogták meg. Mert azt mondja, az Úr gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Nem én gondoskodok. Van, aki nagyobb tőlem, ő fog gondoskodni róla. Az Úr gondoskodik. És gondoskodott is. Még ott van a rebegő apának az a... Nem tudok szavakat találni, testvérek. Én fogom megölni a gyermekemet. Isten ezt kéri tőlem. Én nem tudom, hogy a lázadásnak milyen fokára jutatott belsőleg, de egy szavát se lehet ezzel kapcsolatban hallani. Talán nem is volt akkor. Ne találgassuk. De engedelmeskedik. És elmondja a hitét ott a gyermeknek is. Isten fog gondoskodni az áldozatra való bárányról. Fiam! Most még ki tudom mondani, hogy fiam. De vajon hónap után, egy hét múlva ki tudom mondani? Isten gondoskodik, ki tudom mondani. És gondoskodott az Úr. És ma ezt úgy mondják, az Úr hegyén a gondviselés.
Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról. És a döntő pillanat van, nem előbb és nem később. Károliba olyan szépen ott a szövevényben fennakadva, ott van egy kos. Annak a kosnak akkor kellett ott fennakadni. Nem úgy vergődni, hogy már halálosan kimerült. Nem úgy, hogy éppen akkor. Ott volt. Mert az Úr azok, annak is, az állatoknak is, növényeknek is parancsol. Alkalmas időben. És helyettes áldozat lett belőle. Oda megy Ábrahám. És miután leveszi a gyermekét az oltárra, a kost áldozza fel Istennek. Nem marad el az áldozat. Az áldozat megtörténik, de nem a gyermek, hanem a kos. És ezen a helyen Ábrahám megismeri Isten szerető tej hatalmát, és tulajdonképpen vallja, az Úr gondoskodik, és ez az Isten magasztalása és dicsőítése. Ahogy kifakad a szívéből, hogy igen, gondoskodott az Úr. Ez valami csodálatos, hogy dicsőíti az élő Istent, akinek semmi sem lehetetlen. Aki, amit megígért, meg tudja tenni, mert van rá hatalma, mert mindenható, valóban mindenható. És ez nem csak egy szép kifejezés, hanem ez valóban így van. Az Úr mindenható. A Mórián levő oltár az Ábrahám teljes, tökéletes, osztatlan odaszántságának, odaszánásának a helye. Odaszánta magát az Úrnak. De ugyanakkor a köszönet és az imádás helye is. Milyen jó lenne, testvérek, hogyha sokkal több lenne a köszönetmondás, az imádás és a dicsőítés az imádságaikban. Sokszor azon kapom magamat, hogy csak kérek, 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 és akkor elszégyelem, és akkor dicsőítem az Urat, de ezt előbb kellene, ezt kellene legelőször, az imádást, a dicsőítést. És Ábrahám itt olyan sok mindent megismert az élő Istenről és magáról is. Itt döbben rá arra, hogy előrébb került a rangsorban a gyermek, mint ahol neki lennie kell. És itt kerül a helyére a gyermek az életében. És itt kerül újra az első helyre az életében az élő Isten. És kész teljesen és egészen kezébe adni önmagát, múltját, jelenét és jövőjét egyaránt. És kedves testvérek, szólni kell arról is még röviden, hogy van sok ember, aki szenved, akiknek utólag kell beletörődni Isten akaratába. Akiktől nem kérdezi meg Isten, hogy készek-e áldozatot hozni. Amikor egy betegség vagy halál által elvesz Isten valakit, az rettenetesen tud fájni. Nem kérdezi meg Isten, hogy helyesled-e az ő akaratát. De olyan nagy dolog, hogyha jobbal együtt megtanuljuk mi is elmondani. Megint egy nagyon nehéz. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Én úgy próbáltam külön is, meg egybe is. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Meg egybe is. Nagyobb levegő kell. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Hogy nehogy megkeseredjek, miközben azt mondom, hogy az Úr vette el. Miért vette el? Kellett, hogy elvegye. Ne. Áldott legyen az ő neve. És ez az ember, aki olyan mérhetetlen sok szenvedést átélt. Átélte, hogy egyszerre minden vagyona, minden gyermeke, az egészsége szinte totálisan elveszett.
el tudja mondani, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. És mindent fölöttébb visszakap. De leginkább az élő Istennel való közösségnek az örömét, gyönyörét, csodálatát, hogy a hite úgy válik valósággá, hogy láthatja, hogy érdemes Istenben bízni, csak ennek van értelme. Mindent visszakapott, messze menően visszakapott. Ábrahám a helyére kerül, Izsák is a gyermeke, a fia is helyére kerül, és Isten teljesíti a szavát teljesen és egészen. De ennek feltétele, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Segítsen bennünket, Urunk, hogy amikor próba alá jutunk, mert Isten téged is, engem is kivétel nélkül megpróbál, megvizsgál, a hitet elnevezítsük. Nemrégen hallgattam Cseri Kálmán nagy tisztelet úrnak egy ige szolgálatát, és elmondta, hogy mérhetetlen szenvedésében milyen sok-sok mindent elvett a sátán. És akkor azt mondja diadalmasan, de a hitemet nem tudta elvenni. Nincs hatalma a hitemet elvenni. A legnagyobb elhagyatottságban, kiszolgáltatottságban, ha úgy fekszek, mint egy fadarab, akkor se tudja elvenni az ördög. Az Úrba vetett hitemet nem tudta elvenni. És ebből ad Isten megújulást. Ebből hoz fel kegyelmesen, hogyha ilyen nagy próbában is élő hittel megvallom Istennek is, meg a környezetemnek is, hogy hiszek az élő Istenben. Volt egy lelkipásztor, sorra csonkolni kellett teljesen a lábait, és akkor meglátogattuk, akkor azt mondta, hogy szószékké lett a kóterem. Értitek? Nem a megkeseredés, nem az Isten ellenesség, nem a csalódottság helye lett szószékké. És jöttek az emberek, oda jöttek. És ott volt a beszélgetés, a lelki beszélgetés, a gyónás és az imádság. Szószékké lett a kórterem. És jut eszembe Ungár Aldár, aki azt mondta, Isten áldott embereként, hogy Isten elvette a lábaimat, de szárnyakat adott. Ez azt jelentette, hogy repülővel vitték a világ minden részébe. Annyira kellett az ige. Levágták a lábát, de szárnyakat adott Isten. Ebben a nagyon nehéz helyzetben, hogy mi lesz velem így, de nem ez, hanem szárnyakat adott Isten. Amikor a hit valósággá válik, amikor Isten beteljesíti igéjét, és áldott lehet az, aki így bízik, így hisz az élő Istenben. Segítsen bennünket, Urunk, hogy akár próbában, akár az élet napos oldalán haladunk, élő hittel, Istenben bízó gyermekeiként éljünk, szolgáljunk, és legyünk bizonyságtévői a mi Urunknak. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, felséges Istenünk, hogy Ábrahámnak ez a nehéz oltár építése diadallá, csodálatos megtapasztalásá válhatott. Nem csak imádkozás,
nem csak áldozatbemutatás helye, hanem az élő Isten dicsőítésének, magasztalásának a helye, a bizonyságtétel helye. Az Úr gondoskodik, az Úr hegyén a gondviselés. Segíts bennünket, élő Istenünk, így rád bízni magunkat, osztatlan szívvel, teljesen és egészen. Ne csak a szánk mondja, hogy legyen meg a te akaratod, hanem már tegyük is, ami a mi részünk, és vallja a szívünk és a szánk és az életünk is. Igen, Atyám, így kedves előtted, legyen meg a te akaratod. Imádkozunk betegeinkért, öregekért, szenvedőkért, súlyos próbákat hordozókért, magyar népünkért, nemzetünkért, fiataljainkért, iskolába induló gyermekeinkért, a hitoktatásért, hitoktatókért, tanárokért, tanítókért, iskolát vezetőkért, óvodát vezetőkért. Imádkozunk, Urunk Jézus, könyörülj meg rajtuk, könyörülj meg rajtunk, attól, hogy legyünk engedelmes, hitvalló gyermekeid, legyünk valóban olyanok, hogy mi is megtapasztaljuk, hogy a világ fiai sóvárogva várják Isten gyermekei megjelenését. Add, Urunk, hogy tiszta hittel, benned bízó, élő hittel szolgáljunk, igéd vezetése nyomán, dicsőségedre, magasztalásodra, fele barátaink javára. Add, Urunk, megtéréseket, imádkozunk ébredésért, lelki megújulásokért. Kérünk, hogy áld meg a hirdetett igéket, és tégy bennünket áldottakká dicsőségedre, magasztalásodra. Amen. Imádkozzuk közösen fennhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete, Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Így énekeljük a 425. ének harmadik versét. 425. ének harmadik versét énekeljük. Ó, Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm utamon ez vezessen. Ó, Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm utamon ez vezessen. Te barátod lettem, én Istenem te vagy. Tarts meg a Jézus vérét, és üdvöt adj. Kedves testvéreim, úrvacsorával éltünk, 67 férfi és 108 nő, összesen 175-en, hétfővel kevesebben, hetes fővel kevesebben, mint tavaly. Ebből idősek otthonában, megoldásházban, kórházban, tanácsteremben 11 férfi és 25 nő, összesen 36-an. A szent jegyeket adományozta Molnár Zsoltné, Karcsi bátyámnak a lánya. Az elmúlt héten Szép János munkát végzett a parókián, áldozatkészségét hálásan megköszönöm itt is. Szeptember 29-én szombaton 14 órától a gyülekezeti házban idősek napját tartjuk. Jelentkezni lehet az alkalomra az iratterjesztésben Tótné Barát Mária presbiternél. Tehát szeptember 29, szombat 14 órakor lesz az alkalom. A Biblióra
most szerdától 18 órakor kezdődik. Biblióra szerdán 18 órakor. A Reformátusok lapját, adakozást, iratterjesztést, alkalmainkat hirdetem. Kedden 18 órától építési gazdasági bizottsági gyűlést tartunk a gyülekezeti házban. A Szilágyi család Isten dicsőségére virágot adományozott az urasztalára. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük, kedves testvéreim, záró énekként a megmaradt utolsó versét a 425. énekünknek. 425. ének utolsó verse, a negyedik így kezdődik. Megesküvél, Uram, és igédben bízom, hogy égbe viszed gyermeked sakszárnyakon. Meglátom Jézusom, és áldom hatalmát, szent kegyelmének éneklek halleluját. Megesküvél, Uram, és égédben bízom, hogy égbe viszed gyermeked szaszárnyakon.